Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Adásban Almási Tamást. Azon gondolkoztam, hogy vajon miért kellett elteljen annyi évnek, hogy Romániában és Bukarestben is ez a film így most bemutatásra kerüljön valamilyen fajta szakmai közönség előtt, mondjam azt. Ugye ez egy olyan filmsorozat, ami 12 évig készült, és 8 része van, és az utolsóval van itt pont Bukarestben. Azért is kérdezem így, mert nálunk úgy látom, hogy most egy olyan 5-6 éve jött el, egy olyan idő, amikor elkezdenek ilyen típusú filmeket csinálni. Nálunk valószínű, hogy meghosszabbodott ez a folyamat is, ugye, hogy a lezárások, a privatizációs folyamatok, és akkor Magyarországon ugye ez már rég lecsengett, vagy lecsengette. Hát nyilván izgalmas kérdés az idő múlása. Amikor a sorozatot elkezdtem forgatni 87. április 28-án Ózdon, és Budapestről mentünk Ózdra, akkor azt hittem, hogy a 60-as években vagyunk, pedig már 87 volt. Az, hogy az iparszerkezet hogy alakul át Magyarország bizonyos régióiban, az ugye Budapestről belátható volt, az, hogy mondjuk Ukrajnában, Romániában, Bulgáriában, ez ugye én nem tudom annyira, vagy nem követtem semmilyen módon, de el tudom képzelni, hogy a nehézipar egy olyan helyen, ahol egyébként van nyersanyag, van energia, ott tovább tartotta magát, vagy tartja magát, mint Magyarországon. Magyarországon abszurd volt, hogy egyáltalán miért gyártottunk acélt, amikor nem volt hozzá semmi. Az ósz típusú, egyébként 150 évvel korábban épült régi technológiát használó, nagy túlnyomó részt régi technológiát használó üzemre nem volt új szükség. Diósgyőrben a Lenin kovászati művek, kimondani is vicces a neve, ott azért modernebb üzem volt, és annak volt valamennyi létjogosultsága, és Dunaújváros volt a legmodernebb. Nos, ott ezen a két helyen még mindig folyik valamilyen szinten acélgyártás, Ózdon is egy mini acélmű, de ez már inkább csak mutatóban van. Azt láttam kézzel, hogy Romániában, és itt kezdtem, hogy az önellátó, hogy ezek a feltételek tovább voltak adottak, az más kérdés, hogy a technológia és a technika mennyire volt fejlett, és azt el tudom képzelni, de ezt az itt élők nyilván jobban tudják, hogy valószínűleg nem tudta itt sem azt a világszintű, a versenyszintet tartani, talán a román gazdaság, és ezért kerülnek bezárásra bányák, ilyen nehézipar egységek, mint a metallurgiai gyártók, stb. Ugye a helyi cukorgyárokról beszéltem, hogy azok most már nálunk is teljesen megszűntek, vagy hogyha még lenne, megyek még kisebb területre, akkor vehetem akár csak a tejet, a gazdaságot, az állattartást, ezek már tényleg mind-mind megszűnőben vannak. És azért szeretem én kimondottan az Almási Tamás filmjeit, mert ott mindig tudok azonosulni, akár egy, akár kettő, akár három szereplővel is, és nekem mindig ezek a történetek sokkal jobban hatnak rám, és érthetőbbé tesznek egy egész korszakot, hogyha tudok egy olyan szereplővel azonosulni, aki megszólal a filmben. És ezt azért hiába, hogy van egy társadalmi hatás, és mert nyilván az ózdi filmsorozatnak volt egy óriási hatása. De hogyha csak kisebb mértékben veszük, akár egy ilyen cukorgyár, akár egy ilyen kis gazdaság megszűnése is, óriási töréssel jár, nem csak annak, aki benne van. Hát hogyne, én ezt köszönöm. Ez is volt mindig a szándékom, hogy sorsokon keresztül próbálok esetleg nagyobb léptékű társadalmi változásokról beszélni, mert az inkább a sajtó műfaja, és átélhetőbb, hogyha általam megismert szereplővel történik mindaz, ami történik. Hogy mennyire drámai tud lenni például egy ilyen változás, például az ósz sorozat első filmjében, a Szorításban, ott a később főszereplővé váló férfi, aki a sorozat összes részében benne van, Orkai István, azt mondja, amikor leállítják a gyár, a 150 éves gyárnak a legrégebbi hengersorát, ami tényleg olyan már, mint a Dickinson idejében lett volna, majdnem gőzzel hajtották, de tényleg ilyen, még múzeumban is muzeális darab,
leállítják, és ott dolgozókat aztán vagy átképzik, vagy nyugdíjba mennek, és kapnak kitüntetést a leállítás napja után, akkor ott ül a erkélyén a feleségével, és csillogó szemmel mondja, hogy tudjuk, hogy bajban van a gyár. De hogyha kérték volna, inkább szívesebben adtunk volna mi pénzt, csak hogy ez folytatódjon. És hogy én annyi helyen jártam a világba, kérdezem tőle, hogy hol. Hát voltam már Csehszlovákiában, az ugye 5 kilométer, 8 kilométer. És amikor meglátom hazafelé a füstölő gyárkéményt, akkor már tudom, hogy otthon vagyok. És tudom, hogy ez az én világom, az én hazám. És ez egyszerre borzalmas, mert tudtuk, hogy a minden nap munka, amit ott elvégez, egyrészt az egészségét tönkreteszi, meg is hal a film végére, tudod, a vanatban. A másik minden kiló acél, amit gyárt, vagy tonna acél, vagy nem tudom, tonna hengerelt áru, amit gyárt, minden egyes kiló veszteséget okoz, sőt fokoz. Ezek az emberek kitették az életüket, vehetették az életüket abban, hogy jól dolgozzanak, hogy jól csináljanak. Arról ők nem tehetnek, hogy a gyár nem volt modern, miközben a piaci körülmények megváltoznak. És azt gondolom a példája, amit mondott a cukorgyártásról, vagy a tejről, az személyesen borzasztó tragédia, katasztrófa. Közben meg egy globalizálódó piacban élünk, ahol kell fogadni, vagy nem muszáj, de ez egy politikai döntés, hogy mi nem tudom mindent előállítani, tehát ha valahol jobbat csinálnak olcsóbban, akkor hozzák be. A gond az, hogy általában nem azt hozzák be, ami jobb és olcsóbb, hanem aki valakinek több pénzt hoz. Kemény napokat élünk, nyomnak terhei, de nem baj, ha még környen az ember, csak állva maradjon, mert a tökéletes ember munkában lehetőségeket alkalmaz. Ezen a május ünnepen jó szórakozást, pihenést és kellemes kikapcsolódást kívánok minden munkatársamnak, ajánlis minden résztvevőjének, minden kedves vendégünknek. Gratulálok május egy tiszteletére kitüntetésben részesült kollektíváknak és személyeknek. Éljen május elseje, éljen a béke! Egy olyan van, hogy decemberben hozta az Ózé Vasas az egész ország területén mindenkinek, a város területén, hogy a kohászat eredményesen zárta az évet. Igen. Igaz? Behoztam. Hát ki is tüntették a brigádot is. Így igaz. Most uram, ne haragudjon. Kitüntették a brigádokat. Igen. Meg volt az áremelés. Meg volt. Azt mondták, hogy olyan üzemnél van, bérrendezés, amelyik üzem hozta a tervet. Amikor megvolt a téma, jött a természetanálisgazás, nincsen órabérrendezés, nincsen semmi, mert nincs pénz. De most miért nincs pénz? A főmérnök, a vezér, meg mit tudom én, mindenki. Hát a 100 000 forintot felveszi, nyilvánvaló, hogy felveszi, mert a tervet hoztuk, mert olyan mint kaptunk. Ilyenbe. Akkor hogy van ez? Akkor most hadugság van. Hát ugye játékfilmes kezdetei voltak, és mert hát annak idején még akkor nem tanítottak dokumentumfilmes képzés nem volt, még Magyarországon sem, most már van, és akkor ön az egyik tanára pont ennek. Ez a kettő, vagy hát ez a felkészülés, hogy játékfilmes gyártás, akkor majd egyszer csak átmegy dokumentumfilmesbe. Hogy van ez az átmenet, vagy hogy volt Almási Tamásnál? Én nem hiszek abba, hogy van játékfilmrendező, meg dokumentumfilmrendező. Ez olyan, mint ha lenne levesfőző szakács, meg mit tudom, hússütő szakács, meg mondjuk az igaz, hogy cukrász van az imás mesterség. Tehát azt gondolom, ez a rendezés. A játékfilmnél kitalálunk egy történetet, amit egyébként különböző élményanyagokból gyűjtünk össze, vagy egy író írja meg, vagy a rendező, vagy ketten, és akkor ezt interpretáljuk, vagy élesztjük újjá vizuális formában. A dokumentumfilm annyival problémásabb, hogy ott nincsenek kész történetek, nem találunk történet elemeket a valóságban, és akkor a rendező víziója, a rendező megsejtése érzékén múlik az, hogy lát-e ebbe történetet, hogy ez a történet mennyire időszerű, és egyáltalán az a történet összerakható úgy,
vagy nem, hogy a valóság, hitelesség, igazság háromszögében mozog. Mert marha egyszerűen nagyon dokumentumfilmet csinálni, ami működik, pofonvágja az embert, megkökkenti, de nem igaz. Csak egy pici csalás kell bele, és már nem igaz. Sajnos sok ilyennel találkozunk. Az igazi nagy kihívás az, hogy azokból az életszeretekből, amiket az ember felvesz, éppen tudatosan előre végig gondolva, még akkor is, hogy nem mindig tudni a folytatást, de lehet rá készülni. A forgatáson, majd később az utómunká során egy ugyanolyan történetet kreáljon, mintha ez jár, fikció lenne. Hiszen a nézőt az nem érdekli, ez fikció vagy nem. Viszont a hatása, mármint hogy befogadói oldalról izgalmas történetre vágyik, de a hatása az sokkal erősebb tud lenni, mert az az ember, akivel megtörténik, arra pontosan tudja a néző, ez én is lehetnék. Még a Bruce Willis-szel nem biztos. Maximum, jó, hát én is lehetnék hős, de hát nem vagyok az. Én is lehetnék önerős, de nem vagyok önerős. De amíg a hengerészt, vagy a, mit tudom én, a gyerekre vágyó párból nézzük a férfit, vagy a nőt, akkor azt mondja, igen, ez olyan, mint én, vagy mint a gyerekem, vagy mint a szomszédom. Az az igény, hogy csináljunk, alapítsunk dokumentumfilm szakot, az pont ebből fakadt, hogy mindig ilyen mostoha gyerekként kezelték a dokumentumfilmet, miközben már 20 évvel ezelőtt is érzékelhető, hogy volt, hogy reneszánsza van a dokumentumfilmnek a világban. Tehát a hollywoodi sikerlistákon ott voltak, igaz, ez a Michael Moore filmek voltak, de hát egyébként azok is társadalomkritikus erős filmek. Igen, csak azért azok nem voltak annyira tiszták. Picit propaganda filmek voltak, de volt nagyon-nagyon sok igazán értékes film, még a nézettségi mutatóban és a játékfilmekkel versenyben. A gond az, hogy nem úgy kezelik, nem úgy bánnak a dokumentumfilmet, tényleg ilyen mostoha gyerekként kezelik. Notabene én most megint egy játékfilmre készülök. Tudom. És én nem gondolom, hogy lenne különbség. Én úgy gondolom, nehezebb egy picit a dokumentumfilmet készíteni, azt a fajtát, amit magam is gyakorlok. Mert van olyan, ami... De egyébként Romániában vagyunk, és három napja láttam egy egészen elképesztően izgalmas filmet, a Nanau-nak a Kollektív című filmjét. És igenis, ha majd játékfilmben megcsinálják, és ugyanilyen hitelességgel, ugyanilyen erővel, akkor azt lehet mondani, hogy jó, pariba vagyunk. Legtöbbször egyedül dolgozott, vagy hát nagyon-nagyon kis tábbal Almási Tamás, és hát az utómunkát is említette. Szerintem óriási szerepe van a vágónak például egy ilyen helyzetben. Mert a rendező ugye kereshet zenét is, ami ugye az is nagyon fontos, mert hát drámaibbá tud tenni dokumentumfilmet, de a vágás az szerintem, tehát a vágó kezén, agyán nagyon sok minden múlik, így látja? Így látom, én pontosabban úgy kiváló vágóval dolgozom, most már 20-valahány éve, de azt gondolom, hogy ez egy együtt gondolkodó tím, kicsi csapat, együtt gondolkodó, például a Dés László a legtöbb filmnek a zeneszerzője, a operatőrök néha változnak, a vágó az például azonos, a hangmérnök is azonos. És mi nem akkor kezdjük el a gondolkozást a filmről, amikor éppen a vágónak már vágnia kell, vagy az operatőrnek dolgozni kell, hanem általában már a kitalálás fázisában együtt gondolkodunk. És nagyon sokszor van az, hogy én mondok zeneszerzőnek bizonyos motivumokat, vagy hangszereket, hogy mit szeretnék hallani, ő mond dramaturgiai megoldásokat. A vágóval, meg hát persze egy szimbiózisban létezünk, hiszen az általában, amit a hosszú ideig forgatunk, az én filmém általában hosszú ideig forgó filmek, sok nyersanyag van, általában a vágóval együtt, már a forgatás után jóval ülünk le, és nézzük végig, úgy hívjuk, hogy musztereljük az anyagot, és abból együtt szedjük ki, és akkor együtt szedjük ki a hasznosat, a jót. Valójában karácsony, szilveszter, bármilyen ünnepnap, ha ilyen munkafázison, ezt együtt töltjük, hiszen ez olyan, mint a kohászat, hogy nem ez leállítani a kohót, mert akkor újra kell fűteni, és a többi. Tehát, hogyha egy munkafázison vagyunk, akkor együtt dolgozunk, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek Hargitay Lászlónak, aki a vágóm, hiszen minden filmben együtt gondolkodunk, nagyon sokszor készültünk el olyan
próba verziót, aminek csak egy részét tudjuk használni a filmben, vagy kiderül, hogy ez nem jó irány, és akkor mondjuk egy másik irányba, de közös gondolkodás az a lényeg. Szívem, semmi jót nem tudok mondani. Én azt hiszem, hogy ezt úgy sejtettük. Nekünk ez a hőemelkedés, ami az első napokban volt, ez feltehetőleg ezt tehető felelősség. Nagyon nehéz erre pontos választ adni, hogy miért nem sikerült. De hát azért csak ezek a kis lények nem bírják el az egy fok feletti hőemelkedést. Hát ebben úgy teljes egy fokot. Tehát ez 38 felett volt, ugye? 31. Igen, az éppen elég. Az éppen elég. Persze ezt biztosan nem tudhatjuk, hogy az oka, csak hogy feltételezzük. Jól ment, szépen ment. De most egy nagyot tudom. Látták az előbb, ők se adták. Nem adták. Nem adták. Nem adták. Csak benne van. De hogy nem van. Semmi. Nem szabad. Semmi van. Semmi van itt csődbe. Ezt nagyon jól meg fogjuk csinálni. Még jobban. Még minden köszönöm. Ez egy jó pár gyerek jön majd össze egyszerre, meglátja, csak győzik. Ja, köszönjük szépen. Viszontlátásra. Pont most lettem beteg, de miért pont most? Hát igen, mert lehet, hogy innen, valahonnan, vagy ezzel kapcsolatban, hát nem tudhatod. Legyen gőz. Nagyon szépek voltak. Olyan, mintha megöltem volna őket a lázban. Benne van. Az emberi drámák, ugye hát a sejtjeink, a szívügy, a szerelem első hallásra, ezek mind olyanok, ahol igazán olyan sorsokat mutat be, hogy biztos, hogy nagyon sokan sírnak ezeken a filmeken. Kiválasztja a témát, és akkor elindul ezen, és évekig követi őket. Mind a két megoldás működik. Csak az egyik olyan, és nem jó ez a hasonlat, hogy gombhoz a kabátot, vagy kapáthoz a gombot, mert általában azt jelzi, hogy az egyik mennyivel erősebb, mint a másik. Az Út vége című filmemnél például megvolt a történet. Tudtam, hogy mit akarok elmondani, hogy nehezen viseltem el emberileg, mert minden onnan jön, de az irodalomban is mindig, hogy az a világ, amiben élünk, az hat ránk. Amit olvasunk, amit látunk, amit megélünk, amitől szenvedünk, ami földühít bennünket. És ezek mind bennünk vannak. És akkor valami, nevezzük ezt művészetnek, vagy nem tudom mi, egyszer csak minden erő abba az irányba összpontosul, hogy most ezt nekem el kell mondanom. Egy ilyen volt például az, hogy nehezen viseltem azt, hogy nagyon egyszerűen mondom, mert nem így van, hogy Kelet-Magyarország borzasztó szegény, Nyugat-Magyarország meg nagyon gazdag. Nem ilyen egyszerű, mert voltak szigetek, meg szakma, meg területi egységek, tehát ahol máshogy volt ez, de jellemzően nagyjából igaz, hogy keletebbre rosszabb az élet, kisebbek a lehetőségek, nyugatról nagyobbak. És akkor ehhez kerestem történetet, hogy vajon azon múlik, hogy hol születünk, ami egyébként nagy valószínűséggel sok igazságtartalommal bír. De ha
szereplő felé indulnék el, végül is itt is szereplő felé indultam el legutoljára, de a téma vezérelt. De van, amikor azt mondják, mondjuk arra egyszerű a Puskás, de tudnék olyan filmet mondani, hogy tényleg a Sejtjeinktől kezdve, de még az Ítéletlenülben és a Piroska, hogy tudtam, hogy milyen a története, és akkor innentől kezdve már csak azt a... meg kell keresni az ő, ha nem egy történetű az élete, filmes szempontból mondom, vagy művészeti szempontból, akkor mi az, amiben legjobban ki tudom fejezni mindazt, ami az ő életére jellemző. Ha ez egy életrajzi film, mondjuk a Puskásé, vagy az Ítéletlenül, ami inkább egy drámai film, ahol a kis tracsai foglyok és a börtönőr találkozik 30 évvel a szabadulás után. Puskás, ilyen a labda, nevény gól! A Liga az angol bíró megadta volt, és a velszi bíró jóval rá, már a fél pályán voltunk a labdával, mikor visszfelemet az átlag, beintett a jobbságot, ezzel elvesztettük a világbajnokságot. Lekállás! Griffith beintette a lekállást, hallgatóim! Griffith beintette a lesállás, Kori, de kár érte, A magyar játékosok fogják egy kicsit a fejüket, elvesztettük a mérkőzést. Noha Magyarország legyőzte Brazíliát, legyőzte Uruguayt, ezekkel a nehéz mérkőzésekkel a lábában, úgy állt ki a nyugat-német válogatott elleni mérkőzésre, hogy fölényes győzelmet arat. 4 évig veretlenek voltunk, most kikaptunk. Ne legyen kétségbeesés, hallgatóim, odahaza, ne legyen kétségbeesés, mert akármi is volt itt a pályán az eredmény, a magyar csapat ragyogót produkált, óriási produkált. Magyar düh a futballvereség miatt. A tüntetés során tegnap este betörték az egyik budapesti totózó ablakait, amiért nem nyert a magyar labdarúgó válogatott a világbajnokságon. A Magyarországról azóta hazaérkező turisták elmondták, hogy a főképp fiatalokból álló tömeg felháborodása elsősorban Sebes sportminiszterhelyettesnek és Puskásnak, a kapitánynak szólt. Volt belőle egy kis csúnya dolog itt Magyarországon, amit nem érdemelt meg a csapat. Mondták, és utána is mondták, hogy ebben a szemetek eladták a meccset, eladták a Mercedes autóért, meg ilyesmi. Volt, aki azt mondta, hogy 50 Mercére adtuk el, volt, aki azt mondta, hogy Lanckor traktorért. Őket akkortól kezdve ez a nép nem tudhatta elfogadni azt, hogy másodikok lesznek a világban a magyarok. Könnyebbnek érzem azt, ha szereplőcentrikus, és abból indulok ki, mert a karakter vezérelt film mindig több hitelességet, drámaiságot hordoz, hogy csak az a nehéz, hogy olyan szereplőket találni, nem kell, mert ez az ilyen ideám csak, olyan szereplőt keresek, akinek az élete metszi azokat a sorsfordító pillanatokat, amik lehetnek ilyen picik, mint egy tejgyár bezárása, de neki nagy, lehet olyan nagyobb, mint az Ózdi, olyan nehéz, magyar nehéziparnak az agóniája, de lehet még nagyobb, mondjuk egy világválság, vagy egy világtrendfordító valami. Ilyet nem csináltam még. Nekem a mesterem Fábri Zoltán volt, akinek az első órájának az első mondata az volt, hogy uraim, a filmrendezés alapállást jelent a világban. Ugye a John Grierson, aki az elmélet megalapozójának az egyike volt a dokumentumfilmnél, mondja azt, hogy a dokumentumfilm a valóság kreatív feldolgozása. Ugye belátható, hogy a valóságot nem lehet komplex módon megmutatni, mármint, hogy a kamera, itt most két kamera, vagy három is áll, ebbe az irányba, de mi van abba az irányba? Még beszélgetünk, arra is van valóság, meg fölöttünk, meg alattunk, meg ha kikapcsolja a lámpát, akkor is, meg ha egy másik látószög van benne, a másik optikával fotóz, akkor is más lát. Tehát ezt csak azt akarom mondani, minden egyes valóság szelet, amit rögzítünk, az döntések következménye. Tehát azt eldöntötte ön, a vezető operatőr, a hangmérnök, hogy ide teszi a mikrofont, olyan optikát tesz bele, és ekkora statívon ilyen magasságban használja. De ez azt jelenti, hogy leszűkítette a valóságot, mert ő ezt akarja kivágni. Egyetlen egy dolog a szakmai felkészültségen túl, ami fontos, a moralitás. Mert tudni, bárkiből lehet bohócot csinálni, bárkiből, bárki
bárkinek a mondandóját ellenkező irányba lehet fordítani, és ami most inkább aggaszt, az utóbbi 5-10 év tendenciája, hogy a siker reményében, vagy a siker vonzásában sokan, sok kollega sajnos erőteljesen átlépi azt a határvonalat, amit én magamnak meghúztam, ami nem azt jelenti, hogy a dokumentumfilm csak egy úgynevezett száraz valóságot bemutató valami, mert hiszen ezt lehet kreatív módon a játékfilm összes eszközét használva, egyet nem, hogyha azt kírom rá egy dokumentumfilm, akkor nem tehetek bele olyat, amit én találtam ki. És ebbe beleértem azt, hogy mit tudom, archívanyagot utólag vesznek fel, és el van adva archívként, egész odáig, hogy megmondja a szereplőnek, hogy mit kell mondania. Tehát, de mindez csak azért, hogy nagyobbat üssön a film. És akkor már arról már is beszélek, ami megtörténik a világban gyakran, hogy fölvesznek háborús helyzetben, nem tudom, és kiderül, hogy az egész utolja lett hangba odatéve, az egész... Na mindegy, szóval nem is megyek bele, mert ugye a fake news világában ez már majdnem, hogy nem is akkora nagy ügy. Én meg azt gondolom, hogy igen, mert honnan tudja a néző, hogy dokumentumfilmet néz? Honnan tudja? Onnan, hogy ki van ráírva. És azért, mert ki van ráírva egy dokumentumfilm, a néző valamiért azt gondolja, hogy valami valóságosat, valami igazat lát. Még akkor is, hogyha ezzel lehet sírni, ha nevetni, hiszen a valóságban is sírnünk és nevetünk drámai helyzeteken. Még akkor is, hogyha a filmrendező használja az eszközét, a sűrítést, a kiemelést, a rászűkítést, bármit, de akkor is az a valóság, az a szűkített valóság halmaz, amiből a mű megszületik. Annak, mint cseppben a tengert, ábrázolnia kell a komplex valóságot. Na most abban a pillanatban, hogy ebben olyan személyes, hogy is mondjam, nem valós elemek, hanem túlzások vannak csak a sikerérzés érdekében, abban a pillanatban ez az egész komplexitás megborul. És akkor nem... Akkor nincs gond, csak nem szabad rá kérni egy dokumentumfilm. Például az ön tanítványai, gondolom, hogy egy év folyam, de legalább lehet az is, hogy kettő. Negyedik. De a nemzetköziben már nyolcadik. Uh-huh. De tudom, hogy abból egy kicsit kiszállt, vagy valamelyest kiszállt. Most szálltunk egy-három negyedére, igen. Igen. Ők hogy, mit tudnak csinálni? Hol helyezkednek el, mivel foglalkoznak? Hát csak, tehát hogy tudom, hogy nem jellemző, és nem általános. Annyira szerencsés, nem is tudom, csillagzat alatt vettük föl őket, olyan tehetséges a társaság nagy része, ugye a magyar képzésben 7, illetve 8 hallgató volt, de egy osztályban volt 7, a másik 3-ban 8. Ezek vagy nemzetközi fesztiválokon, különböző workshopokon, különböző fejlesztési fórumokon, szinte kivétel nélkül ott vannak a kiválasztottak között, és nagyon nagy karrier előtt állnak, van, aki már, hát a Tuza Ritter Bernadettnek, ugye egy nő fogságban az már a Sundance-en volt, az Urbo Dórinak a filmjeit, hát itt is vezették, igen. De világ, most sorolhatnám Megyes Krisztit, a Haragonics Sárit, most nem akarok kihagyni senkit, van, akik tanulnak tovább, például az MBI-on, vannak, akik önmagukban szerkesztenek, vagy producerkednek. Tehát ők megtaláltak a helyüket, és ez köszönhető is szerintem annak a képzésnek, ahol mi nem szűkítettük le arra, hogy kvázi a rosszul értelmezett dokumentumfilm rendezés, hanem megpróbáltunk egy nagy spektrumban segítséget adni az eligazodáshoz. Tehát ez is van az alapító anyagunkban, hogy a filmkultúra területén meg tudják állni a helyüket, egész az újságírást, kritikától a tévéműsor készítésig bárhol, hiszen ezek megtanulható különbségek, de az alapot már tudják. Tehát úgy látom, hogy talán jobb az átlag, mint amit remélhettünk volna. Plusz, ugye a nemzetköziség miatt, én most kiszálltam a Doknomászból, mert a játékfilm miatt nem tudtam volna összeegyeztetni. Hát nagyon fáj, mert saját szülő gyerek, úgyhogy... De ott ugye 8 évfolyamban végzett, 8, közel 200, 7 évfolyam, én nem, 150 fölötti hallgató, akik egy ilyen, a világban egy olyan networköt jelentenek,
hogy bárhol megtalálják egymást, kell egy optika, kell egy, mit tudom, lakni kell valahol, kell egy társproducer, akkor pillanat alatt körbe megy, és akkor tudnak segíteni Új-Zélandtól, Fokföldig és Kanadától, nem tudom, Nigériáig egymásnak. És azért mondtam a doknomácot, mert a doknomác és a dokma a magyar, ezek a hallgatók együtt is van olyan képzési részsel együtt tanulnak, például a terepmunkát, amit végeznek. És ettől aztán egy olyan kapcsolat alakul, ahol például a Dórinak az Urbodorotya filmje, az ennek köszönhető jött létre, hogy egy butáni hallgatóval kezdett el együtt dolgozni már a képzésben, és később két filmet, sőt most készítik a harmadikat, butáni magyar koprodukcióba. Ezek mind Butánban forognak egyébként. De ugyanilyenre van példa más országokban is. Valamiben hiszünk, valamit keresünk egész életünk keresztül, ez a nagy bor. Úgy indultunk ennek az évnek, mint ahogy minden évnek, hogy csúcsminőséget akarunk elérni. Nekem az a dolgom, hogy csináljuk meg a produkciót. Ilyenkor nagyon szép a szőlő, amikor már átsüt rajta a fő. Amikor egy városi ide jön, akkor tele van romantikával, úgy szobog a patak, és ez gyönyörű. Csak egy nagyobb kockázattal lehet a Superman. Holnap napfény, szerdő csütörtök kicsit felhős. Én nagyon szeretnék tartós értéket egy ilyen világba felépíteni. Ilyen őszünk, hogy ennyire ígéretes állapotban van, az már nem volt 9. éve. Ha egy cseppet is jó idő van, akkor ebből csúcsbor készülünk. Hogyha mi ebből a történetből nem tudunk sikert csinálni, akkor nem tudom, hogy miből lehet. 12 millió forintért ott a licit, hölgyeim és uraim. Magunk higgyük el elsőnek, hogy van feljebb. Pont ott van már. Megint csalódunk, akkor megint dühösködünk, akkor megint aggódunk, és akkor tovább várunk. Engem nagyon meglepett az, hogy a legutóbbi dokumentumfilmje a borászatról szólt, vagy Tokajról, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy milyen, ki a szereplője annak a filmnek. Ugye annak az a címe, hogy Folyékony arany. Öt évvel ezelőtt kért fel egy producer borszakértő, Licedit, arra, hogy vállaljam el ezt a filmet. Sokáig gondolkodtam rajta, mert tudtam, hogy majdnem a lehetetlen azonos megcsinálni. Végül is belementem, amit nem tudom, utólag jó döntés volt, vagy nem. A probléma az, hogy megint ugye a téma felől közelítettünk, csak a téma nem tisztázott. Ugye a téma az a Tokaj, de mi az, hogy Tokaj? Hát a bor, ennyi. Szóval nekem hát igen, legalábbis. A bor, és akkor melyik bor? Hát az asszú. Igen. Na hát eddig eljutottam én is, és akkor Tokaji asszú lett a középpontban, de a Tokaji asszúról filmet készíteni, az egy ismert terjesztő film lenne, egy ilyen referenciafilm, ami nyilván készült ő sok. Tehát ugye világos volt, hogy olyan embert kell keresni főszereplőnek, vagy főszereplőknek, akik a Tokaji asszúval valamilyen módon eljegyezték magukat, így a Szepsi István, aki egy világhírű borász, a Tokaji asszú kapcsán a legismertebb név a világon, a Boroszkár rend tulajdonosa volt, úgy hívják, hogy a Bor Ura rend, amit még ritkábban adnak, mint az Oscar díjat, kevesebb ember kapta. Tehát ő lett a főszereplőnk, és akkor hozzákerestünk még két tőle különböző, de a borászatban jártas, más típusú borász, tehát aki egyik industriális borászatot vezet, a másik pedig egy úgynevezett nejlon paraszt, ahogy ő mondja, mert egy város értelmiségi ment vidékre, és majdnem, hogy velünk együtt kezdte el a borászatot tanulni, már a forgatás kezdetekor. És ez a három ember adja a
film gerincét. Mi beletettünk ugyanezzel a stábbal, akivel mindig dolgoztunk, anyait, apait, tehát én ennyit talán nem is dolgoztam filmen, de a munkatársaim sem. A végeredmény mégis számomra nem az, amit reméltem, de ennek sok oka van, az egyik az, hogy ez a három borász nem beszélt igazán egymással. Érdekes szakma a borászat is, a film csinálás is hasonlít, de kicsit nagyon sokszor filmes példákon keresztül mutattam be, mondtam el, hogy mit akarok a borászoknak. Ugyanakkor benne van az alkotó ember dilemmája, hiszen a bor létrehozása az ugyanolyan alkotás, mint bármilyen művészeti alkotás, hiszen a szakmai tudás mellett intuíció kell hozzá, méghozzá megérezni, hogy mikor szedjem le, meddig hagyjam fönn, most nem akarok belemenni, de aki akarja, nézze meg a filmet. Vannak olyan részek, ahol az ember lerágja a körmét, van benne egy ilyen Hitchcocknak szánt idézet, egy olyan seregélytámadás, ami nem nagy képűség, ha azt mondom, hogy jobb, mint a madarakban az összes ilyen madártámadás, nem valódi, tehát nem trükközve van, és tényleg egészen elképesztő a hatása. És hát azt gondolom, hogy egy méltó kalap emelés a magyar borászat, a tokai dicső múlt és a remélhető pozitív jövő előtt. Amikor azt mondtam, hogy nem úgy sikerült, ahogy én reméltem, azt nem azt a magam övrén, vagy a magam filmes munkáim belül gondolom, hogy én több drámaiságot szerettem volna, de hát én adott szereplőknél nem tudom azt megtenni, ha csak én nem rendezem meg, ami nincs. Ezzel együtt egyébként szerintem a maximumot hoztuk ki a filmből. Azért mondtam, hogy érdekes volt, mert ugye én a drámához voltam szokva, az emberi sorsokhoz, és ez a borászat nekem egy kicsit olyan sznopság számba megy. Mert hát ugye akik igazán értenek a borhoz, vagy hát elmennek és tudják, hogy mikor mit kell meginni, azok járnak ilyen borbemutatókra, azok már úgy érzem, hogy nem az én kategóriám, tehát hogy rajtam sokkal fölöttébb vannak, és nem értem, hogy miért. Hát, hogy mi olyan fontos? Hát akkor elmondom. Na. Hát azt gondolom, hogy Tokaj az ugyanolyan szimbólum, Tokaj Hungarikum. A Puskás filmnél nem kérdeztem meg senki, hogy miért csináltam a filmet, az is fölkérésre készült. Ma, ha a világon Magyarországot azonosítani kell, az első 5 vagy 8 szóban a Tokaj biztos benne van, akkor is, hogyha nem kóstoltak még Tokajit. Uh-huh. Sőt, Magyarországon is a Tokaj, mint fogalom jelen van, úgy, hogy az emberek nagy része nem itta, hanem megvette a nőgyógyásznak, vagy a gimnázium igazgatónak, és otthon a vitrinen valahol, ha van neki, akkor se mondotta ki, mert túl drága. De a film nem is erről szól, nem tudom, látta a filmet. Nem láttam, hanem azért. Ó, hát én minősítem rá a filmet, de közben azért nézd. Tehát, hogy a film nem is erről szól. A film arról szól, hogy vannak megszállott emberek, például újságírók, például a filmrendezők, például hegymászók, akik a lehetetlent ostromolják, mert mindig jobbat akarnak csinálni, mint ami azelőtt volt. Mindig magasabbra akarnak eljutni, mint ameddig addig eljutottak. Mindig jobb minőségre törekednek, mint amit elértek. Ez a három borász, ez három ilyen borász, aki tudja azt, hogy minden évben újra és újra kezdi, az asszú egy olyan termék, ami nem minden évben jön létre. Vagy ha igen, akkor rossz minőségben, kevés, de valójában az 8-10 évenként terem meg olyan minőségben, átlagban van, amik 25 évig nem terem olyan minőségben, egyébként üstökös évjáratnak mondják azt, amikor minden összeáll, hiszen az asszú az a szőlőszem, ami egyébként megtermett, és mikor már tök jó, és el lehetne szedni, akkor fönt hagyják a tőkén. És addig várnak, amíg az időjárás gyakorlatilag kotta szerint nem úgy működik, ahogy nekik kell, és másfél-két hónapig néha fönn van a tőkén, még egy kis napsütés, még egy kis eső, még egy kis szárítószél, még egy kis dér, megint napsütés, és ilyen sorrendben kell, hogy ismétlődjön. És itt bármi nem jön be, akkor tönkre megy a termés. Ha ő leszedte volna még a épp időszakába, akkor anyagilag nyilván jobban jár. Csak ez olyan, mint az igaz gyöngy, amihez le kell menni 70 méter mélyre, mondjuk palasz nélkül, és kihozni. Nem tudja az ember megkülönböztetni ma már sokszor a hamis gyöngyöt az igaztól, mégis igazinak van értéke.
Plusz a tokai alszó egy olyan termék, ami a világ egyetlen igazán zöld édesbora. Azért zöld, mert a tőkén jön létre ez az egészen különleges változás, hiszen egy baktérium megtámadja a szőlőszemet, Botrytis cinerea a baktériumnak a neve. Ez a világon szinte mindenhol tönkreteszi a termést, olyan klimatikus és éghajlati körülmények között, ami Tokajban, viszont ez megtermékenyíti. Ez a gomba elkezdi átjárni a szőlőszemet, és mondom, szerencsés éghajlati viszonyok esetén egyszer csak megszületik ez a szemre csúnya, de ízre valami menyei. Ha valaki egyszer megkóstolja, soha nem fogja elfelejteni. Az az alapanyag, amiből aztán a tokai alszó lesz, ráadásul 3-4-5 év múlva. Na most ki az az őrült ebben a világban, aki tudva azt, hogy elbukhatja, tudja azt, hogy maximum 4-5 év múlva jön be, ha egyáltalán bejön, fog neki egy ilyen valószínűtlen célért dolgozni, élni. És ezek az emberek olyanok, hogy földeszik az életüket. Nyilván van mellette más termékük is, nem csak ez. És ezt azt gondoltam, ez olyan szimbólum, ami a világon minden, egy tanárnak, hát a bemutatón ott egy csomó szakma, orvosok, ott a tanárok, azt mondták mindig, hogy ez rólunk is szól, ez nekünk szól, ez a mi filmünk. Tehát csomóan mondták ilyenek, hogy kötelezőnek kéne lenni a gimnáziumokban levetíteni. Tehát, hogy ez nem borfilm, tehát még mert bármi, ez olyan emberekről szól, akik a lehetetlent ostromolják, és elérik, akkor újabb lehetetlen célt tűznek ki maguknak. Na, akkor egy csomó mindent megtudtam most én is így erről. És akkor az utolsó kérdésemhez elérkeztünk, hogy akkor mondta, hogy említette, hogy játékfilm lesz most akkor a következő. Mit lehet arról tudni? Hát, vagy valami régi vágy? Egy nagyon régi vágy. Az, hogy lesz, az körülbelül egy-két napon belül dől el. Elvileg múlt kedden már döntöttek, ennek a hétnek a kedjén pontosabban. De lehet, hogy elhalasztották két héttel, mi nem tudom, a döntőbizottság a film alapnál. A történet az a Pipás Pista történet, de nem úgy, ahogy a valóságban megtörtént, hiszen ez fikció. Az Ember Judit csinált erről egy dokumentumfilmet még 30 évvel ezelőtt. És akkor én beszéltem Judittal, hogy akar ebből játékfilmet csinálni. És mondta, hogy mi nem tudja, de ha ő nem, akkor én nyugodtan csinálom. Nem mint ennek bármi jelentőség lenne, mert miért ne csinálhatna bárki a egri hősökről filmet, ugyanúgy, mint a Pipás Pistáról. A lényeg az, hogy 5 évvel ezelőtt vágtunk neki, megírtuk a könyvet, különböző változatait, és most van finishben, tehát ha most igent mondanak, akkor elkezdjük. Egyébként már úgy volt még a Vajna halál előtt, hogy már indulunk, de aztán minden szerencsétlenül jött össze, de nyilván nem véletlen. És ki lesz Pipás Pista? Na de ez, amit nem tudok megmondani, ki lesz, mert hogy pont ezt mondom, hogy nem tudtunk színész szerződtetni, mert ugye ez a csúszások milyen, és még most nincs szerződés, nekem, én tudom, hogy ki lenne, de addig nem mondhatom, még nem szerződtünk. A Pipás Pista sztori az 3 mondatban annyi, hogy ez a valóságban megtörtént a 30-as években, hogy Szeged melletti tanyákon gyanúsan sok öngyilkosság történt, és öngyilkosok mindig férfiak voltak, mindig családos férfiak. És 10 évvel később egy nyomozó önszorgalomból kiderítette, hogy ezek nem is öngyilkosságok voltak, hanem gyilkosságok, és a gyilkosságot feleségek rendelték meg, és egy férfi hajtotta végre, bizonyos Pipás Pista, azért Pipás Pista, mert pipázott mindig. És később kiderült, hogy ez a Pipás Pista nem is férfi, hanem nő. Ez a valóságos alapanyag. A mi fikciós történetünk vissza van véve az első világháború után, 1-2 évvel, amikor a férfiak 3-4 évig a fronton voltak, a nők azt a rendkívül nehéz munkát, amit a férfiak végeztek, azt ők végezték addig, amíg nem voltak otthon, tehát állat, föld, gyerekek, életfent, egyáltalán a túlélés, és a férfiak megjöttek a frontról, még erőszakosabban, vércagolva, és addig is verték az asszonyt, ez volt a sorrend, hogy föld, gyerek, állat, asszony, vagy föld, állat, gyerek, asszony. És ezek után még inkább volt, aki elvesztette a lábát, volt, aki a férfiasságát, volt, aki a mentálisan ment tönkre, ilyen poszt-trauma, igen, ez a háborús szindróma. És a film nálunk ott indul, hogy megérkezik a főhős, 2 éve később, mint a többi férfi, hadifogságból.
és addigra kiderül, hogy már csomóan öngyilkosak lettek, többek között az ő bátyjának a temetésére ér haza, és neki furcsa, hogy a bátyja hogy lehetett öngyilkos, amikor nem ilyen típus volt, és a bátyja felesége, a másik főszereplő, aki az özvegy, és van egy kislány, és akkor innen indul el a történet, egy nyomozás története részben, de ami engem érdekel, az asszony közösségben állam, a mi történetünkben Veres Attilával írtuk a forgatókönyvet, asszonyi közösség dönt a férfiak sorsáról. Akkor várjuk majd a bemutatót. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.